Országszerte sorra jelentik be a fürdők újranyitásuk időpontját, miután kiderült, a 4 millió beoltott elérését követően ismét fogadhatnak vendégeket. Erre szombattól van lehetőségük, több közülük pedig szinte rögtön, azaz már a hétvégén megnyitja kapuit. Sok helyen azonban még kisebb munkálatok elvégzésére van szükség, így néhány napot várniuk kell a fürdőzni vágyóknak. A sóstógyógyfürdők egységeik közül elsőként az élményfürdő fog megnyitni, itt már a munkák szinte egészét elvégezték az elmúlt hónapokban. A nyitáshoz szükséges részletszabályok csütörtökön jelentek meg, de sok újdonságot nem tartalmaznak a járvány első és második hullámának idején meghozott intézkedésekhez képest. Itt is majd a távolságtartásra, egyebekre majd oda kell, hogy figyeljünk, ezekre fel kell, hogy hívjuk a vendégeink figyelmét, bár erre a figyelmeztető táblák még mindig kim vannak, ugyanúgy, ahogy a tavalyi aktív időszakunkban is kim voltak ezek a táblák. És a technikai dolgai vannak egy-egy ilyen nyitásnak, amikor ugye vízmintavételt kell venni, ha a medencét még most engedjük esetleg föl, akkor azt leforgatni, utána vízmintát venni, az hatóság majd bevizsgálja, és akkor kapunk rá egy engedélyt, de ezek hála Istennek viszonylag gyorsan mennek ezek a folyamatok, amennyiben nincsen gond a vízmintával, és én azt gondolom, hogy nálunk ezzel nem lesz probléma, hiszen minden olyan előkészítő munkát már elvégeztünk, ami gyakorlatilag kulcsra készé teszi a fürdőinket. A fürdők dolgozóinak feladata lesz, hogy ellenőrizzék a vendégek védettségi igazolványait. Ennek megléte ugyanis sokaknak lesz szükséges a belépéshez valamilyen fényképes személyazonosító igazolvány bemutatása mellett. 18 év fölöttiek védettségi igazolvánnyal, illetőleg a védettségi igazolvánnyal rendelkezők felügyelete alatt lévő 18 év alattiak látogathatják majd a fürdőket. Részükre a 18 év alattiakra ugye nem vonatkozik ez az igazolvány. Amennyiben a létesítmények nem tesznek eleget ezen új kötelezettségüknek, és olyanokat is beengednek, akiket amúgy nem lehetne, 100 000 és 1 millió forint közötti bírságot, valamint akár egy évig tartó bezárást kockáztatnak.